10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. User joined your channel. Hi. My name is Avash. Thank you.
User was moved to your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User was moved out of your channel. Köszöntöm a kedves nézőket, én Gyeres Sóhó vagyok, itt ül mellettem Prémi Szádler újdonsült kommentátor és Létai Attila operatőr. A mai napon a HLTF1-nek a közvetítését fogjuk leadni így hárman, egyenesen Valenciából, Spanyolországból. Ábi, kérlek mutatkozz be pár szóban. Én is köszöntöm a kedves nézőket, Prémi Szádler vagyok, és ma fogom kommentálni Gyeres Rómeó kollégámmal, társammal a HLT Valencia-i futamot. És akkor én most bemutatnám a kedves nézőknek a pályát. Ebben a pillanatban gurulok ki a box utcából. Aztán egy éles jobb kanyar következik, egy nagyobb törés, ezt követően egy balos, kisebb balos, egy egyenes, ezután ismételten egy balos és egy jobbos, ez egy sikán, mondható kanyar kombináció, egyenes következik egy kicsi bal töréssel, aztán itt jön a pálya egyik legtöbb egyeneke, amit egy jobb, nagyon éles jobb kanyar követ, ami egy csikámmal végződik, aztán átjönjük a hídon, ismételten egy jobb kanyar, a jobb kanyar után jön egy nyújtott balos, egy hosszabb nyújtott balos, aztán ismételten egy nagy egyenes, és egy éles jobb kanyar, ami egy élesebb bal kanyar követ, ami kettő kanyarnak mondható, de valójában csak egy kanyar. Aztán jön egy jobbos, ezt követően egy nyújtott balos, szintén egy egyenes szakaszon kicsnek a pilótát utána. Aztán egy élesebb bal kanyar, jobb kanyar, ismételten ezután jön a bal kanyar, és még egy jobbos, utána még egy jobbos, egy egyenes szakasz, és egy balos kanyar, egy balos kanyar fordít rá minket a célegyenesre, és ismételten a hosszú nyújtott jobbos főgázos kanyarban találjuk magunkat. Tehát ez lett volna egy kör Valenciában, perceken belül megkezdődik a időmérő edzés a futamnak. Ez a perceken belül mondott egy fontos időt, 2 percen belül megkezdődik, addig mi Prémi Szádlerrel szórakoztatnánk a nézőket. Igen, ahogy Rómeó is mondta, sok kanyarból áll ez a pálya, összesen 25 kanyar található Valenciában, 3,5 kilométeres a pálya, 2008-ban épült, ez is egy Hermann Tilke pálya, és a leggyorsabb kör 1.38.683, és Timo Glock nevéhez fűződik még a Toyotával. Eléggé meglepő, hiszen most itt jelen pillanatban a szerveren a leggyorsabb idő Rudas István nevéhez fűződik, 1.34.845. Ha jól számolom, akkor 2-4 másodpercet ad Timo Glocknak. Eléggé meglepő, de hiszen ez egy szimulátor, nem lehet összehasonlítani a való élettel. A szerveren jelen pillanatban számolom, hogy hanyan vagyunk. Hogyha jól látom, akkor 13 pilóta van a szerveren.
abból kettő Frémi Szárner és jó magam. Tehát Rudas István van most a szabad edzésen az élen, 27 századdal vezeti a szabad edzést, őt követi Sáfrán István, majd Bakos Zoltán, Dóda Johatán, Varga István, Györfi József, Sáfrán Róbert, Kovács Kinga, Kelemen Sándor, Fábri Zalán, és innentől azokat sorolom, akik nem futottak még kört, Várai Aljai Szabolcs, Jaksi Gyula és Nyári Kevin, az, akik a futamnak nekivágnak. Nem tudom, szerintem már nem fog több pilóta érkezni, és idő szerint ebben a pillanatban kellene elkezdődni az időmérő edzésnek. És én most elmegyek egy másodpercbe, mert hogyha jól tudom, akkor Rudas István nem futhat az időmérő edzésen kört, és akkor ő bejönne hozzánk elmondani a pályának az apró részleteit, mire kell odafigyelni. Egy másodperc és jövök vissza. User left your channel. Tehát akkor Rudas István úgy döntött, hogy inkább pihen egy kicsit és rákészül a versenyre. Őt is láthatjuk valószínűleg a pályán, de nem tudom miért tört futni szabályoknak megfelelően. Ebben a pillanatban megkezdődik az időmérő edzés. Még a lámpa nem váltott zöldre, de már az időmérő edzésen van a szerver. Nézzük, ki fog először kibújni a boxutcából. Szerintem szokás szerint Kovács Kinga fog. Már megfigyelhettük az előző futamokon is, hogy mindig ő jön ki elsőnek. Igen. Kíváncsi leszek, hogy ilyen nagy mezőnnyel, 13 fős mezőnnyel lesz-e baleset a rajtnál. Elég szűk pályáról van szó. De ezek, akik még Monakóban is gyönyörű szépen versenyeztek, nem hiszem, hogy gond lenne. Kovács Kinga közben kigurult a pályára. Micsoda véletlen. Ez Kovács Kinga a pályán akkor. Ő most a 9. pozícióban áll. Őt követi Várai Szabolcs. Ő az első helyen tartózkodik. Szépen jönnek ki a srácok. Már Dóda is kint van. Háttérben is igen. Dóda. Ő az ötödik. Még. És egyelőre ennyi. Kapcsoljuk vissza 9. helyre Kingára. Ő lesz az első kört utó pilóta. És az első lány, aki kört fog futni, és egyben az utolsó is. Legfrissebb tudomásaim szerint, hogyha a fiúk közül nem érti valaki magát fiúnak, akkor fiúan is legközelebb, nem így mondjuk. Akkor nézzük Kingának az idejét.
Kinga még melegíti a gumikat felvezetők körön. Már a célegyenes visszafordító. Célegyenes ráfordító. Itt jön a nyújtott jobbos. Meg is kezdte a főjét Kinga. Így ilyen kört fog ütni, Kovács Kinga. Az első szektorát mondanám, amint átér az első szektornak a váróján. Még sajnos nem tudom mondani, mert nem jelzi ki Kingának. De várja is Szabolcsnak már az utolsó szektorában, meg tudom mondani, hogy Kingához képest lenni a különbsége. De Kinga elrontotta, hogyha jól látom, eléggé belasszult. Egyelőre Szabi gyorsabb. 30 köre, és Sáfrány Istvánnak sincs. Egyelőre Szabolcs gyorsabb, mint Kinga. Már a célgyenesre áfordító kanyar. Nézzük, mit tud menni a hány pilóta. 1.38, 720. Nézzük Várajai Szabolcs idejét. Aki átveszi a vezetést Kingától, majdnem 4 másodperccel, 1.34, 7.33. Kudas István. Láttam pillanatra a pályán, de nem ő volt. Ki van még kint a pályán? Györfi József 8. helyen. Forszindiával, Renault-val, hogyha jól látom, mindenkinek Renault. Közben Dóda Jonatán feljött a második helyre, 1.35.9.43-mal. Egy másodperccel elmaradt, így is vár a helyeitől. A 8. helyen Györfi József már megkezdte a mérkőzését, és hamarosan be is fogja fejezni. Elnézést kérünk a kedves nézőktől. Operatőrtársunkat a szerver viccelének folyamatosan is dobálja lefelé. Nézzük Györfi Józsefnek az idejét. A 8. helyen áll jelen állás szerint. És ő az egyedüli, ha jól látom, aki most körön van. Majd Csákány István is jönni fog 5. helyen, de kapcsoljunk itt a Györfi Józsefre, akit már tényleg másodpercek választanak el a körétől, és ebben a körben átjutott a célvonalon. Ő csak a harmadik 1.36.663-mal, 2 másodperccel lemaradva Várajai Szabolcstól. Akkor nézzük Csákány István. Kevin kezdte meg a mérkőjét. 6. helyen. Kevin a 15.
megérkezett Csétlő Máté. Ami azt jelenti, hogy 15 kilóta fog nekivágni a mai futamnak. Ez rekord létszám lehet a Szefegy HLT történetében. De nézzük! Nyárai Kevin idejé. Ő is egy újonc pilóta. Őt majd aztán Fábri Zalán követi, aztán Sáfrány István. Kevin már a célegyenesben, és elrontotta a kanyar, elrontotta a célegyenesre ráfordító kanyar. Nézzük így, hova tudja felúsztatni magát, csak a negyedik Kevin, 1.38-131, nagyon meglátszik az a hiba a körében. Majdnem 4 másodperccel van is lemaradva, 3,5 másodperccel van lemaradva. Várjai Szabolcstól, tehát Szabolcs továbbra is vezeti a versenyt. Nézzük akkor Fábri Zalán 12. pozícióban. Zalán a negyedik, 1.37-4.48, közben még 2 perc van az időmérkőzésből, és Sáfrány István lesz a következő körfutó emberünk. Ő a 8. És már mindenki a pályámon valószínűleg a kört fog futni. Jaksi Gyula nincs. Sáfrány Róbert, Varga István is a pályán. Bakos Zoli. De kapcsoljunk vissza 8. helyre. Sáfrány István, aki ebben a pillanatban áthalad a szélegyenes ráfordító kanyaron, és most ezekben a pillanatokban halad át a rajtvonalon. És csak a 3. Sáfrány István. 1.36-6.32. Majdnem 2 másodperccel van lemaradva Várajai Szabolcstól. Hát ez azon elég nagy meglepetés. Igen. Ilyen gyenge a Force India. De mindjárt meglátjuk, hogy Bokos Zoli csapattársa milyen kört fog jönni. Azt javaslom, hogy addig kapcsoljunk. Csépő Máté még gyors körön. Csépő Máté gyors körön van 17. Jóban. Az előbb érkezett meg egy késéssel. És nagyon sok ember nem tudhat miért szokott, ha jól látom. Rengeteg olyan ember van, aki nem megy ki a pályára. Itt beszélek Jaksi Gyuláról. Kelemen Sándorról. Sáfrány Róbertről. És Rudas Istvánról. Varga István a 9. helyen ebben a pillanatban futja meg a mérkőzését, és a 2. Varga István 1.35-2.28, 5 tizedre lemaradva Szabitól. Varga István csak a 2. Bakos Zoltán ezt a következő áthaladó célvonalon. Előtte Csépő Máté fog jönni, mindjárt ráfordul az utolsó kanyarra. Tehát Bakos Zoli az, aki a opozícióra talán esélyes lehet. De akkor nézzük Mátét. Máté a 6. 1.37-1.1.1. Akkor most pedig nézzük az előbb említett pilótát. Bakos Zoltán. Bakos Zoltán a 3. 1.35-8.87. És vége van az időmérő edzésnek. Senki nincs már a pályán. Az időmérő edzés végeredménye Várajai Szabolcs az első. Őt követi Varga István, tehát az első sor. A 2. sorban Bakos Zoltán, Dóda Jóhatán. 3. sorban Sáfrány István, Györfi József. 4. sorban Csépő Máté, Fábri Zalán. 5. sorban Nyári Kevin, Kovács Kinga. 6. sorban Rudas István és Sáfrány Róbert, a 7. sorban Kelemen Sándor és Jaksi Gyula. Tehát 14 versenyző fog neki várni a utamnak.
Mi pedig most elmegyünk egy pár perces szünetre, addig a pilóták is kifújják magukat, még mennek pár kör, és jövünk vissza kereken egy perc múlva a futammal. Addig is viszontlátásra, viszonthallásra. User left your channel. User joined your channel. Megkezdődött a futam. 5 másodperc múlva elindul a felvezető kör. Bárajai Szabolcs kezdi meg a körözést. Úgy követi Varga István Ferrarival, majd Bakos Zoltán, Dóda Johatán, Csáfnány István, majd György József, Cséplő Máté, Fábri Zalán, Nyári Kevin, Kovács Kinga, Zsuzsos István, Sáfrány Róbert, Kelemen Sándor, Jaksi Gyula. Tehát ez lett az időmű edzésnek a végeredménye. A ki fog maradni majd 2 darab rajtkocka a 14. és 15. helyen, és a Jaksi Gyula 16. helyről várhatja a rajtot. Várai Szabolcs a pályán már lassan a pálya vége felé tartózkodik. Igenis, már az utolsó kanyarban van. És ha itt vagy, Ábi, akkor én át is adnám neked innentől a szót, ahogy megbeszéltünk. Itt vagyok, köszönöm szépen. Hát egy Jaksi Gyurára leszek kíváncsi, hogy az utolsó helyről mit fog tudni produkálni. De mindenféleképpen jó rajtra számíthatunk Varga Istvántól és Bakos Zoltántól is.
Lassan az utolsók is megérkeznek a rajtrácsra. És ki is gyulladtak a piros lámpák, másodperceken belül elkezdődik a 2007-es valenciai futam. Tátérő, mint az egyik BMW kiugrott volna, de eddig minden simán halad. Hopp, és ott valaki, Jaksi Gyula ott áttérben nagyon összetörte magát. Hát, talán hopp. Volt az, aki egy picit rácsúszott az előtte lévőre, és Györfi Dávid megcsúszik! Mi van hátul? Duda Jonathan följött közben a második helyre. Jonathan Bakos Zoltánnal ütközött Jaksi Gyula, Györfi. Igen, Györfi, de Jaksi Gyulával. Hát Várajai már most lép el Dúdától. Igen, ott már egy másodpercnél nagyobb a különbség. Rudas Istvánt érdemes figyelni a 8. pozícióban, akár egy 4-es csata is kialakulóban. Cséplő Máté, Fábri Zalén és Sáfrány István között. Nézzük, mi lesz ennek a csatának a vége. Cséplő Máté adott egy pofont Fábri Zalánnak. Közben Jaksi Gyula megelőzte Kelemen Sándor. Dudas István pedig megelőzte Cséplő Mátét. Dudas István már a 7. Jaksi Gyula pedig a 10. Varga István nagyon rájött nyári kevénre. Valószínűleg az egyenes végén megpróbál bebújni, de nem sikerül neki. Fábri Zalán 6. pozícióban egyelőre tartja a 6. helyet, amit Rudi akar tőle elvenni. Jaksi Gyula pedig Kovács Kingán próbál áthaladni a 10. helyen, hogy 9. helyre próbál Jaksi Gyula ezzel fel jönni. Közben Bokos Zoltán megelőzte és Kelemen Sándor. Jaksi Gyuláig egy pillanatra helyet cseréltek Kingával, de aztán vissza. És ismételte Jaksi Gyula van elő, Kovács Kinga nézzük visszatámad-e. Nézzük meg tudja tartani Kinga a 9. helyét az egyenes utánra. Közben Kovács Kinga bevág mellé, és letolszorította az útról Jaksi Gyula Kovács Kingát. Jaksi Gyula visszacsúszik a 13. helyre, hiszen előre kell tenger, és Kovács Kinga megpördül a falba. Kovács Kinga fejtetőn, 14. helyen. Kovács Kinga fejreállt. Összeakadhatott valakivel, elég csúnyán. Varga Istvánnal is történhetett valami, mert visszaesett a 7. helyre, és ő még az előbb nyári Kevin támadta. Közben Rudas István Fábri Zalánon is áthámozta magát. Közben Rudas István már az 5. Rudi most Sáfrány Istvánt űzi. Nézzük, meg tudja előzni a Toyota pilótája, a Force Indiát. A Force India most nem diadalmaskodik ezen a pályán, nagyon úgy látszik. És Rudas István most belső íven lehet. Igen, Rudas István megelőzte, Rudas István már a 4. Nyári Kevinre, a csapattársra mehet most. Közben Várajai Szabolcs már a 4-5 másodperccel vezeti a futamot. Bocsánat, de Fábri Zalán mindjárt elmegy Sáfrány István mellett, és most el is ment. Ebben a pillanatban igen, meg is előzte. Közben ott van már Varga István is, nézzük, ő el tudja menni Sáfrány István mellett. Varga István a 7. helyen. A Sáfrány Istvánnak nagyon kellett előre-hátra is figyelnie, úgyhogy most... Hopp, Varga István gyönyörűen bebújt... Varga István Fábri Zalán megpofozza és megpördül! Varga István ismételten hibázott! De mondja!
Kilencedik! Kilencedik helyre esett vissza így Varga István. Rudas István pedig már a harmadik! Dóda Johatánt üldözi. Hoppá, 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 Fábri Zalán nagyon beesett Sáfrány István mellé. És most vissza is esett Cséplő Máté mögé. Hát, ezt nagyon elfékezte Fábri Zalán. Varga István továbbra is a 9. És Fábri Zalán előzte meg Bakos Zoltánt. 8. helyen van most Bakos, illetve Fábri Zalán a 7. helyen. Cséplő Máté a 6. Várai Szabolcs az első, Dóda Johatán a 2. Rudas István a 3. 5. Nyári Kevin, Sáfrány István, Cséplő Máté, Fábri Zalán a 7. Bakos Zoltán a 8. 9. Varga István, Jaksi Gyula a 10. És most Bakos szépen megújt Zalán mellé, és is meg mellette. Így Bakos Zoli fogyott a 7. helyre. Sáfrány Gyulát a 13. Kovács Kinga pedig 14. Gyulás István közben 1 másodpercen belül van már Johatánhoz, a 3. helyen. Hát a Várai nagyon ellépett, őt nagyon nehéz lesz már megfogni. Én azt gondolom, hogy Rudinek az a 6 másodperc, az ledolgozható. És ha 4 kör alatt a 11. helyről így áthatolt a mezőnyön, a 10. körben Szabival tartottuk a pályát. Na figyelj, én azt mondom, hogy nem fogja utolérni. Te azt mondod, hogy igen. Utol fogja érni Ábi, sőt, még kört is ad neki. Na erre most már nagyon kíváncsi leszek. Sáfrány Róbert és Kelemen Sándor 12-13. Sáfrány Róbert... Kelemen Sándor nagyon eltalált a Sáfrány Róbertet. Igen. Egy pillanatra azt hittem, hogy Sáfrány Róbert csúszott ki, de Kelemen Sándor volt az, aki a pálya szélén találta magát egy rövidre vett féktáv után. Közben Cséplő Máté és Sáfrány is. Varga is már nagyon lelassul, jön a box utcába. Győrfi és Jaksi Gyula is elment már mellette. Varga István 11. Elég korai box kiállás. És most hárman. Cséplő Máté, Bakos Zoltán és Fábri Zalán 6-7-8. Hárman csatáznak egymással. Sőt, már 4-en vannak. Nyári Kevin, Sáfrány István, Cséplő Máté, Bakos és Fábri. Bakos és Cséplő oda-vissza előzgetik egymást. Hát szegény Bakos Zolira rájár a rúd újabban, ugye Monakóba se jött neki nagyon össze az első pár kör, ugye Kanadába ki is lökték az első kanyarba,
majd neki ment az egyik Ferrari-nak is. Úgyhogy most kell neki nyomnia, hogyha még harcolni akar a bajnoki címért. Bár ellenfele Varga István elég hátul van, csak a 14. Lassan Jaksi Gyula is megérkezik, vagy rájön erre a bolyra. Már csak 2 másodperc a hátránya Fábri Zalánhoz képest. Varga is csak megint hibázott, mert már 52 másodperc a hátránya Várajaihoz képest. Kingihoz képest pedig 5 másodperc. És Rómeó, amit mondtál, már 8,1-re nőtt a hátránya Rudas Istvánnak. Várajaihoz képest. Igaz, hogy lett, hogy könnyebb Várajai autója, mint Rudié, de majd meglátjuk. Hoppá! Ja, hogy Rudas István megelőzte oda Jonatánt. Hát erről teljesen lemaradtunk, így följött Rudas a második helyre. Duda csak a 3. Közben a 2 Force India nyári Kevinre érkezik meg. Nyári Kevin a 4. helyen van. Mögötte Bakos Zoli az 5. és Sáfrány is... Nem, bocsánat, Sáfrány is az 5. és Bakos Zoli a 6. Látszik, hogy a Force India nagyon megjön a fék távokon. Közben a csapattársát támadja már Bakos Zoltán, és most el is megy mellette. Így Bakos Zoltán följön az 5. helyre, bár Sáfrány István még nagyon rajta, de nem. Nem tudta visszaelőzni. Figyelniük kell, mert Csiprő Máté is megérkezik mögéjük lassan. Nevető 3. Őt támadja Fábri Zalán, és ahogy mondtam, Jaksi Gyula már hoppá, Nyári Kevin kipördült. Szegény Nyári Kevin. Pedig gyönyörűen vezetett eddig, hibátlanul. Ugye Jaksi megérkezett erre a... most már a 5-ös bolyra. 4-ből már 5 ember lett. 4 versenyzőből már 5 versenyző lett. Nyári Kevin így visszaesett a 9. helyre. Közben Kinga a 11. helyen, mindjárt Sáfrány Róbert megérkezik rá. Ki most hevesen csatázik Varga Istvánnal. 12. helyért vannak ők most harcban. Hoppá, Csiklő Mátél. Már elég közel van a Force Indiákhoz, de Fábri Zalán is elég közel van Csiklőhöz, és most meg is próbálja, de nem sikerül Zalánnak bebújni mellé. Viszont Zalánnak figyelnie kell, mert a lepattanult Jaksi Gyula belőheti, de nem sikerült neki, bár most szélárnyékban van. Na vajon Gyula megpróbál egy előzést? Fábri Zalán tartja magát szépen. Egy Györfi megelőzte Nyári Kevint, már visszaesett Nyári Kevin a 10. helyre. Én őt most nagyon sajnálom, közben Rudas Istvánnak csökkent a hátránya 6,6 másodpercre, Várajai Szabolcshoz képest. De szépen lassan közeledik Várajaira, Rudi.
Rudi közben a leggyorsabb kör. Őket ugye Duda Jonathan követi. 7 másodperc hátrány nyilván már Rudashoz képest Dodának. Aztán nagyon egymáson a két Force India. Aztán a mögöttük cséplő Máté a 6. helyen. Fábri Zalán a 7. helyen, Jaksi Gyula a 8. Győrfi József a 9-en, Nyári Kevin a 10-en, Kovács Kinga a 11-en, és Varga István közben megelőzte Sáfrány Róbertet, és most Kovács Kingát próbálja megelőzni a hosszú a célegyenes végén, 12. helyen. Hopp, most Kinga lecsúszik, de nem sikerül Vargának kihasználni a lehetőséget, de most hát külső évről azért nehéz lett volna. Varga nagyon siet, nagyon kapkol látszik rajta. Nagyon agresszívan próbálja támadni Kingát, meg amúgy mindenkit a mezőnyből. És nagyon rajta van Pisti Kingán. Bár a Williamsnek jobb a végsebessége. Szépen zárja az íveket Kinga. Varga egyszerűen sehol nem tud előzni. Most picit neki is megy a falnak Varga István. Hopp, de most Kinga lecsúszik, és így Varga István el tud menni mellette, vagy nem, de nem, hopp, kisebb ütközés, és ennyi, hát, Sáfrány Róbert köszöni szépen, jól van, de visszaelőzte Kinga. Hát szegény Varga István, harmadszorra ütközik már ma. Vagy forog ki, bár most nem forgult ki, de közel állt hozzá. Közel Rudinak már csak 4,5 másodperc a hátránya Várajai Szabolcshoz képest. Szabokhoz Zoltánnak sikerült 1 másodperces előny kiautózni a csapattársához képest. Hopp is Cséplő Máté. Mi lett Cséplő Mátéval a 9. helyen? Én most 10. Nem látom én a pályán most. Nagyon nagy a pingje. Az egy Jaksi Gyula megelőzte Fábri Zalánt, erről lemaradtunk. Most hát Györfi is elmegy Zalán mellett, de Zalán kijön a boxba. Már csak Rudinak 3,5 másodperc lassan a hátránya. Úgyhogy örül ki az a Toyota, bár a Renault-nak is kéne, nem nagyon akar. Hát most örül, nagyon nincsenek olyan nagy csaták. Mindenki 2 másodperces. Mindenki tartja a 2 másodperces távolságot a mögötte lévőhöz, vagy az előtte lévőhöz képest. Fábri Zalán Kovács Kinga elé jött vissza. És megint egymásra talált Kovács Kinga és Varga István. Varga István megint elég intenzíven próbálkozik, és most el is tud menni. Bár ki tudja, meddig tudja tartani a 11. helyet, mert a Williams gyorsabb a hosszú egyenesben. Bár Varga elég keményen védi az íveket.
Közben Kingán a sáfán Robira is kell figyelnie, mert ott van nagyon a hátán. Hopp, és Robi most benézett, de még nem ment el Kinga mellett. A BN meglátszik. Még Kinga inkább a végsebességre ment. Rudasnak már csak 3,2 a hátránya Várhajai Szabolcshoz képest. Most Dódától sikerült egy picit ellógniuk, 14-ből már 17 másodperces hátránya lett Duda Jonatánnak. Majd Bakos Zoli már ki tudott 2 másodpercet autózni Sáfrány István csapattársa előtt. Közben egy lekörözés, Jaksi Gyula elment Kelemen mellett. És Jaksi Gyula nagyon rájött Sáfrány Istvánra. Lekörözések miatt, ugye lehet, hogy Sándor Kelemen ott, Kelemen Sándor bezavar Sáfrány Istvánnak. Bakos Zoltán közben a boxban. Nézzük, hogy ő hova jön vissza. Még mindig áll. Cséplő Máté is el fog így menni. Na és most. 9-nek jött vissza Bakos Zoltán. Ugye ő a 4. helyről állt ki. Szerintem lassan jönnie kell akkor a többieknek is. Sáfrány István a 4. helyen keményen védi a pozícióját, mert Jaksi Gyula szeretne még egy pár pozícióval előrébb végezni. Hát de ugye keményen meg kell dolgozni a pontokért. Jaksi Gyula az utolsó helyről indult, és már az 5. helyen jár. Igaz, hogy kellett ehhez jó sok minden, ugye Varga Istvánnak a kiforgása is közrejátszott. Hát de ilyen az autóversenyzés. Jaksi Gyula nagyon rájött közben Sáfrány Istvánra. Bebenéz, de még nem tud elmenni, nincs olyan közel. Közben majd Gyulának hátra is kell figyelnie, mert Györfi szépen lassan lopja a távolságot. Duda Jonatán most jött ki a box utcából, 3. helyről 6. jött vissza. Így Györfi följött az 5. helyre, Jaksi Gyula a 4. és Sáfrány István a 3. Varga Istvánnak nagy nehezen végre sikerült elmenni Ekovács Kinga mellett. Bár talán, mint hogyha a Sáfrány Róbert már boxba ment volna, mert most elég nagy köztük a különbség. Gyula szépen kivár. Egy nagyon higgadt versenyző egyébként Jaksi Gyula, nagyon precíz, nagyon hibátlanul vezet, tehát őt nem lehet úgymond az őrületbe kergetni. Nagyon stabil köröket is tud jönni. Hopp, és most benéz. Nem, Gyula külső íven lesz most. Nem tud beesni a belsőre. De most a kigyorsításra át, ha jobb lesz. Most szélárnyékban van. Bár a Force India szemmel láthatóan gyorsabb. Gyula
Itt ugye nem ajánlott a bevetődés az első kanyarban. Györfi közben szépen lassan megérkezik Gyulára. Tehát most Sáfrány Istvánnak figyelnie kell, hogyha elmegy mellette Gyula. Esetleg. Vagy nehogy Györfi is elmenjen. Kettő másodpercre van. Kettő és fél másodpercre van Várajai Szabolcstól. Már látó távolságon belül. Már csak kettő másodperc. Várajai eléggé lelassult, elkezdett valószínűleg. Érdekesség, hogy még nincs kiesője a futamnak, és lassan már fél távnál tartunk. Ez is egy rekord, mondjuk úgy. Hogy ekkora létszámnál még senkinek sem kellett feladnia a futamot. Várajai Rudi, Sáfrány István, Jaksi Gyula, Györfi József, Nyári Kevin, Cséplő Máté. Ők nem voltak még egyelőre a Box utcában. Várajainál azért ott volt egy kevés a tankba. Tehát nem olyan üres kocsival, mint ő. Rudasra leszek én kíváncsi, mert csak másfél másodperc a hátránya Várajaihoz képest. Hogy neki mennyi benzine lehet. Bár szerintem ők már meg tudják egy kiállással csinálni a futamot. Sőt, szinte már biztos. Jaksi Gyula most szépen bevetődik, és el is ment Sáfrány István mellett. De nézzük, mert a Force India gyorsabb lesz az egyenesbe. De most nem olyan jól tudott kigyorsítani Sáfrány István, de még lehet, hogy így is utol tudja érni Jaksi Gyulát. Nézzük, nézelődik, nem próbálja meg. Egy másodpercen belül van már Rudas István Várajai Szabolcshoz képest. Nagyon rajta van, már csak két tizedre. Hát kapcsoljunk Rudas Istvánra és Várajai Szabolcsra, mert itt nagyon nagy a csata, és most Rudas István nem néz még be. Ajjaj, közben ott egy lekörözött Kovács Kinga, nehogy bezavarjon. Kelemen Sándor is, Jézusom, mit csinálnak? Hát föltartják Várajait. Hát ez nem volt túl sportszerű. Nem tudom, Kelemen miért lassított le ennyire. Jaj, mert hogy ő a 14., tehát ő az utolsó. Eléggé szenved, most például keresztbe is áll. Szerencsé, hogy Jaksi Gyuláik még messze vannak. Rudas nagyon nézelődik. Várajait próbálja hibára késztetni. És most bebújik. Áj, még nincs meg. Hopp, közön Cséplő Máté kiesett. Szerintem internet problémája lehetett. Neki legtöbbször azt szokott menni. Kíváncsi vagyok erre a Várajai Rudas. Aj, és most Várajai kijött a boxba. Hát ez pedig nem volt várható. Én arra gondoltam, hogy Várajai kocsija könnyebb, mint Rudasé. Bár ki tudja, lehet, hogy Rudas mindjárt válaszol erre, és ő is jön ki a boxba a kör végén. Jaksi Gyula már egy-két másodperces előnyt kiautózott Sáfrány István ellen. Hoppá, de most Györfi József megelőzte Sáfrány Istvánt. Így följött a negyedik helyre, de nézzük, Sáfrány István visszatámad-e, de nem tud. A Renault-nak pedig elég jó a végsebessége, úgyhogy szerintem nem tudja megelőzni a hosszú egyenesbe. Ha csak nem fékezi el magát. Az egyenes végén Györfi, de nem.
Várajai 18 másodperc el van Rudas István mögött a box kiállás után. Varga István a 10. helyen van közben, Bakos Zoltán pedig a 7. Ők nagyon fontosak a bajnokság miatt, VB állás szempontjából. Ugyanúgy Csáfrány István is fontos. Most az 5. helyen áll, de még nem volt a box utcában. Hát nem inném, hogy Gyaksi Gyulának sikerül már utolérnie, vagy Várajait, vagy Rudast. Azért ott eléggé elszöszmötölt a középmezőnyben. Ezen csapattársát körözte le. Hoppá, Sáfrány Róbert majdnem eltalálta csapattársát, Gyaksi Gyulát. Hozzáteszem, Sáfrány Róbertet pont lekörözték. Nyári Kevin visszaesett a 10. helyre. Valószínűleg hibázhatott. Vagy csak Varga István szépen leelőzte, nem tudom. És Rudas még nem volt még mindig a boxban. Rudi hozza a stabil 1.34-es köröket. Bár ővi a leggyorsabb kör 1.33776-tal. Pont most az utolsó körében futotta meg, úgyhogy már elég kevés benzine lehet. Ez Sáfrány István a boxban volt, és visszajött csapatása mögé, hivázott a box utcában. Rossz csapathoz állt be. Rossz garázshoz parkolt le. És egyelőre nincsenek nagy csaták. Nyári Kevin van a legközelebb Varga Istvánhoz, 3 másodpercen belül, 10. helyen. Bár nem hinném, hogy rá tudna jönni Vargára. De Gyaksi Gyula is a boxban volt, mert visszaesett az 5. helyre. Duda megpördült, és Gyaksi Gyula majdnem ki is tudta használni a hibáját. Bár most elmegy, hát szerintem ott elkoptak nagyon a gumik Dódánál. Mert nagyon felforrósodhattak, mert alig tud egyszerűen menni. Gyaksi Gyula most szerintem el fog menni mellette. Kelemen Sándor is közben kiesett. Hát, várható is volt. Rudas István pedig vagy ebben a körben, vagy a következő körben jön ki a box utcába. Nézzük, vissza tud-e jönni az első helyre. 21 másodperc az előnye. Hát, megcsinálható. Várajai 18 másodpercre jött vissza Rudashoz képest. Tehát bőven megcsinálható. Kelemen Sándor is kiesett a futamból. Nézzük, Rudik vissza tud-e jönni, és hány másodpercre? Még 15 másodpercre van tőle. Na nézzük Várajait. Nagyon visszajön. Rudas nagyon visszajön Várajai elé. 3 másodperc, 2,5 másodperccel jön vissza elé. Ami most lecsökkent 1,5-re. Igen, most Rudinak figyelnie kell, mert még hidegek a gumik, és Várajainak már szépen bemelegedtek. Már nem tudjuk, ki milyen gumin van, az az egyetlen egy nagy baj. Gyaksi most megint öli Duda Jonatánt, aki Duda, Györfi is közben a boxban. Hát akkor ő volt a legnehezebb így az élmezőnyből.
Györfi a 8. jött vissza, viszont füstöl a motorja. Én nem tudom, hogy itt mi fog történni, mert füstöl neki. És akinek bár ugye füstöl a motorja, az ki lesz zárva a futamból. Hát ez érdekes. Bár nem inném, hogy bírni fogja a motorja. Mert még azért vissza van minimum egy 20 perc. De most tölés, most megint füstöl. Ez érdekes lesz, hogy ki fog esni, vagy célba ér-e. Egyáltalán, hogy a célba ér, akkor megkapja az eredményét, vagy eltörli. Nyolcadik helyen Györfi József. Hát szerintem ott problémái vannak a motorral. Nyári Kevin nagyon megjött rá, hát ott problémái vannak Györfinek. Sajnálom Györfit, mert nagyon szépen jött előre. Igen, olyan jelenség ez, mint hogyha nem lenne benzine néha-néha. Ilyen darabosan tud csak gázt adni. Hopp, most el is méri a féktávot. Nem kicsit elmérte. Varga István is el fog így menni mellette. Hát szegény Györfi. Nincs szerencséje ma. Hát Varga Istvánnak sincs sokkal több szerencséje. Most ebben a pillanatban el is ment Györfi mellett. Hoppá! Györfi nagyon kicsapta Vargát. Nagyon kicsapta. Vajon vissza tud-e jönni Varga István? Hát Györfi. Kovács Kinga merre jár? Hát nagyon messze van, hogy leelőzze Varga Istvánt. Hát Vargának is. Hopp! Ott megint valaki kirepült áttérbe. Rudas István beleszáll Györfibe. Kiüti. Kiüti Györfi Rudast. Hát ezt nem lehet csinálni. Hát ez... Szegény Rudas István. Várajai most viszont nagyon örülhet. Nézzük mennyire... előzte le így Rudast. Elég elmebeteg módon csinálta ezt Györfi. Ugye nem, Györfinek egyszerűen nem lenne féke. Nem is írja most nekem Rudas Istvánt a kompjúter. 8,5 másodperc a hátránya Rudasnak. Hát Dóda nem veszélyes rá, mert 40 másodperc a hátránya. Hoppá, közben Bakos Zoltán leelőzte Jaksi Gyulát. Erről teljesen lemaradtunk, bár Jaksi Gyula most szépen visszanéz. És nincs meg neki a negyedik hely. Hát elég érdekes ez a futam egyelőre. Most nagyon egybe van a harmadik, negyedik, ötödik. Győrfi le is lépett a szerverről, hát ez várható volt. És most Jaksi fú, egy picit megpofozta Bakost. De visszaengedte, mert szabálytalanul ment el mellette. Na vajon ki lesz a harmadik? Doda Jonatán, Bakos Zoltán vagy Jaksi Gyula? Bár most Dodának ez jól jött, mert picit el tudott lépni Bakos Zoltántól. Sáfrány is... Bár most Bakos lecsúszott, és Jaksi Gyula jön rá. Hát igen, valószínűleg Jaksi Gyula ugyanúgy hibára fogja kényszeríteni Bakos Zoltán, mint Sáfrány Istvánt is.
Bár Jaksi Gyulának a legfrissebbek a gumiai. Ugye, de a végén érdekes lehet. Hopp, és most Gyula, hát ezt nagyon elmérte ezt a féktávot, majdnem ki is csapta Bokos Zoltánt. De most Jaksi Gyula, új, jaj. Pedig ez jó lett volna, de most nagyon rajta van. Most, hogyha ezt ügyesen csinálja, el fog tudni mellette menni. Nem, de oly, de Bokos Zoli jön a boxba. Valami műszaki probléma lehet ott szerintem, mert nemrég volt ő is a boxba, legalábbis ennyi idő alatt szerintem nem kéne elkopnia a guminak. Hát akkor ez egy eléggé eldőlni látszik. Györfi József fel van háborodva. Azt nem tudom, hogy miért, azt írta ide a chatbe, hogy mikor engem háromszor ütnek ki az első körben, nincs resi, ugye? És akkor most itt egy kábetűs szó, és egy anyátokat. És ezzel el is tűnt a szerverről, tehát valószínűleg ő többet HLT-sitamon nem fog készteni. Közben Sáfrán Robert is elhagyta a szervert. Kellett nekünk így dicsérni, hogy milyen jók a srácok, nem esnek ki. Hoppá, most Nyári Kevin nagyon lecsúszott, bocsánat, és Bokos Zoltán most támadja. A hetedik helyen. Bokos meg fog érni, neki most nagyon frissek a gumiai. Nagyon tapad. És még nem. És most se tud bekukucskálni. Legalábbis benézni be tud, de elmenni nem tud. Na akkor gyorsan mondom, hogy kiki hányadik. Első Várajai Szabolcs, második Rudas István, harmadik Dóda Jonatán, negyedik Jaksi Gyula, ötödik Sáfrány István, hatodik Fábri Zalán, hetedik így most már Bokos Zoltán, mert ebben a pillanatban pont elment Nyári Kevin mellett, nyolcadik Nyári Kevin, aki most már hetedik, oda-vissza előzgetik egymást, Varga István a kilencedik, Kovács Inga a tizedik, és kiesett már Györfi József, Sáfrány Róbert és Kelemen Sándor. Plusz Cséplő Máté. Hát Bokosnak pedig gyorsan át kéne ugornia Nyári Kevint, hogy legalább a hatodik helyre föl be tudja hozni a Force Indiát. Hopp, és most hibázik Kevin, de Bokos Zoli nem tud elmenni. Egyelőre szenved Bokos Zoltán a Force Indiával. Szent Duda Jonatán, mögött Jaksi Gyula autókázik, és elég közel van Duda Jonatánhoz. Megint lecsökkent. Különbség már egy másodpercen belül van Jaksi Gyula Dódához képest. Rudas már csak 4,5 másodpercre van Várajai Szabolcstól. Nyomnia kell nagyon Várajainak, hogyha be akarja hozni első helyre. Vagy elsőnek.
Jaksi Gyula közben nagyon intenzíven támadja Dóda Jonatánt. De viszont ami annál is érdekesebb, az a nyári bakos csata a hatodik helyen. Ők már nagyon egymáson vannak. Az utolsó mérési pontnál egy tized volt köztük a különbség. Szó szerint egymás mögött voltak. És most nagyon szépen beesik nyári Kevin, bár lecsúszik, és Bakos Zoli tartja a hatodik helyet. Tíz ember van még a versenyben, a 28. körben. A verseny dönt 2 tized. A verseny 2 tizede van még hátra. Még 13 perc, ha jól számolom. Csugas István 4 másodperc van várai. Nézzük 13 perc alatt. Rudas István, rendkívül tehetséges pilóta. Meg tudja előzni Várajai Szabolcsot, egy újonc ismeretlen pilótát. Ez a kérdés. Hogy a verseny nyári végén... Kevin elég szabálytalanul előzte meg Bakos Zoltánt, mert átvágta a kanyart, és vissza se adta a pozíciót, úgyhogy ő szerintem számíthat egy büntetésre. Most Bakos Zoli lehet, hogy vissza tudja előzni, de ez akkor sem volt fair Kevin részéről, és most el is ment a Force India hosszú egyenesben. Bár Kevin benéz, de mint mindig le fog csúszni, és Bakos Zoltán bejön mellé, és tartja a hatodik helyet. Bár Kevin megint visszaelőzi, hát szerintem már Bakos eléggé ki lehet készülve. A harmadik helyen nagyon nagy kérdés, hogy Dóda vagy Jaksi Gyula fogja a dobogó legalsó fokára felállni. Kovácskin kapott, és lassan Varga István is kört fog kapni, így olyan 4 másodpercen belül. Hát olyan 2 körön belül, úgy mondom, inkább. Igen, várja, hogy már nagyon közel van, majd figyelnie kell a H1-i liga vezetőjének a tükröt. Igen, nyári Kevin és Sáfrány István még mindig nagyon csatáznak. Ugyanez elmondható Jaksi Gyulára és Dóda Jonatánra. És szintén mindig 5 tizeden belül vannak. Hopp, most picit. Megint nyári Kevin levágja a kanyart, és úgy előzi vissza Bakos Zoltánt. Hát ez... Közben nézem, hogy Jaksi Gyula és Dóda Jonatán milyen köröket autóznak, de nagyon egyformákat. Néhol-néhol van egy tized eltérés. Tehát az most tényleg azon fog múlni, hogy ki az adott kanyarban melyik íven lesz, hogyha legalábbis ez be fog következni, ez az előzés. Rudas István mindjárt megérkezik Várajai Szabolcsra. És 1,2 a hátránya.
Hát ez így nem fog összejönni várjainak. Bár Varga István mindjárt lekörözik, úgyhogy ő még beleszólhat a meccsbe. Bár nem hinném, hogy erre sor fog kerülni. Igen, tudomásolhattuk az információt, és Várai Szabolcs mindjárt lekörözi Varga Istvánt. És akkor a interjúra pedig majd a verseny ilyen a első helyezést elérő pilótát várjuk, valamint a harmadik helyezettetés Varga Istvánt szeretném én meginterjúolni a 9. helyen. Hogy miért alakult ennyire rosszul a futama. Bár Uras István 9 századra... 9 tizedre van még egyelőre. Elszámoltam a hibákat. Tehát 9 tizedre van még Uras István Várajai Szabolcstól. Nézzük, megfigyeljük. Mennyi idő van még hátra, Attila? Tehát bő 7 perc... De van még Rudinak, hogy azt az 1 másodperces hátrányt, kevesebb mint 1 másodperces hátrányt ledolgozza a Szabolcson. Izgalmas csatát láthatunk valószínűleg. Ez a Fábri Zalán közelít Nyári Kevinre, bár ez most nem olyan érdekes. Közben Varga István szépen lehúzódott és elengedte az első kettőt, úgyhogy ebből nem volt nagyon nagy probléma. Közben Fábri Zalán leelőzte Nyári Kevint. Ő rájuk most érkezett meg Várajai, úgyhogy erre kíváncsi leszek, hogy Nyári észreveszi-e őket. De szépen észrevett őket, és csapattársai bevágott egy picit. Hát igen, most dolgozik Várajai kezé alá. Nem nagyon akarja elengedni ott a csapattársat. Várajai neki megy egy picit a falnak. Hopp! Hát nem tudom, hogy csinál Nyári Kevin, de nem igazán kéne ott versenyezni az első kettővel, hanem szépen lehúzódni. Kevin, hogy kerüljük egy pillanatra leállt a borotit? Elvette a fontra. Nem tudom, mit képz. De mit csinál most Kevin? Rudi megoldotta, levágta az egészet is előre. Te jó, hogy majdnem... Mit csinál? De jó Isten! Mindjárt kérdezünk. Van ennek esze? Hoppá, Varga István is megérkezik ott a csetepatéba, egy ilyen lekörözős brigád. Hát szegény Rudas Istvánnak nincs már nagyon nagy szerencséje. Hopp, most neki is megy. Csapattársának. Hát... Jó Isten! Tud ez magáról? Én nagyon nagy... És Kevin! És itt a végre ütött! Kincs ütötte! Próbáltam nagy sietve beírni az admin kódot, de verseny alatt nem tudok bejelentkezni adminisztrátorba és kikikkelni a szerverről. És sajnos most csak Varga István tudja megtenni. Hát de amit művel Nyári Kevin, az... Azt hihetetlen. Hát így... Mit csinál? Hoppá, közben Jaksi Gyula megelőzte Duda Jonatánt. Megint lemaradtunk egy előzésről.
Na, Rudi, valószínűleg ki fog lépni. Hát ő is próbálkozik nagyhevesen. Bannolni kellett volna. Lebannoltam már a nyárit. Ez mit képzel? Attila, mennyi van még hátra? Hát szegény Rudi. Hát most mondjuk ezt váralja, így nagyon szerintem nem sajnálja. Mondjuk ki sajnálná. Hát komolyan mondom. Duda Jonathannal lehetett valami, vagy kipördült, vagy nem tudom, mert visszaesett az ötödik helyre. Ilyen nincsen. Lassan Bakos Zoltán is kört fog kapni, hatodik helyen. Nyári Kevin. Közben... Rudi annyira ráír, hogy itt közben írt nekem, hogy a várajait is bannoljuk le. Kétlő Máténak pedig megszakadt az internet, hogy be is tűznem akkor egy rövid interjúba is, hogyha már nincsen csata. Szerintem várjuk meg a verseny végét. Szia Máté! Sziasztok! Mi volt a probléma? Hát sajnos megszakadt az internetem, így fel kellett adnom a versenyt. Rudas István föl fog járni, lehúzódott. Szerintem ki fog szállni. Vár most egy... Viszont így Jakcsi Gyula nagyon rá fog jönni Rudasra. Igen, most tovább megy. És már Jakcsi ott van a háttérbe. Lehet, hogy akar egy kis izgalmat a végére. Szia, Rudi. De Rómeó. Hello, Rudi. Áthúztalak. Mindenkit behúz. Nem én voltam. Kinek van még admin a szerverem? Nekem, én még benn vagyok adminba. Akkor még a várajait is ki kell itt a kiléce. Jaj, tudod, mikor... Szóval még engem fognak elküldeni a jó izébe. Nem, főnök utasítás volt. Csak a Pisti se tud menet közbe. Akkor ban vagy kik? Ha nem, akkor én szállok ki, és mielőtt célba ér, én teszem meg, de akkor meg én nem élek célba, de nekem mindegy. Jó. Az okát tudhatnám? Megerősítette Varga István, hogy kikerült ki várjai. Nem bírom átkívni. Na kérem szépen, talán még egy perc van vissza a versenyből, és most nagyon rájött Jakcsi Gyula Rudas Istvánra, bár nem önerőből. Hát nem így. Ezzel a... Igazából szerintem a várajai küldte a pilótákat rá, mert először a Györfi ütött ki direkt, aztán meg a Kevin. Egyrészt nem akart elengedni, miután megelőztem, akkor kiütött. Tehát mindenki direkt arra játszott, hogy ne előzze meg a várajait. Nem tudja miért. És nekik így miért jó, hogy így segítik előnyerni. Hát szerintem a nap meglepetése az Jakcsi Gyula és Sáfrán István lesz így. Persze Rudas István. Már őt megszoktuk. Mindig ott van a legelején. De Sáfrány István így be fogja hozni harmadiknak. Duda Jonathan a nagy vesztese ennek a futamnak. Az így az élmezőnyből. Varga István a hetedik.
Lesz minden bizony. Taxidula közben megelőzte. Ja nem, Rugas Isztán megnyerte a futamot, Jakszidula a második, Sáfrány István a harmadik, Dóda Jahatán a negyedik, Bakos Zoltán várjuk az ötödik helyre, Fábri Zanán a hatodik lesz, Barda István a hetedik, és Kovács Kinga pedig a nyolcadik. User was moved to your channel. Szia, kaotikus futam. Várjuk még ő célba ér, mert még nem ment át a célvonalon. Még egy pillanatot szeretném. Jó, átért. Na tehát kicsit az utolsó 10 perc eléggé kaotikusra sikerült. Több kick és ban is született a verseny folyamán. Hogy értékelnéd ezeket? Hogy értékelném ezeket? Hát úgy néz ki, hogy a Várajai Szabolcs és társai, Györfi József és nem is tudom ki volt még. Nyári Kevin. Ők valószínűleg direkt azért jöttek ide, hogy ezt tönkre vágják, illetve hogy a Várajai nyerhessen. Úgyhogy naposztuk futamkézbe azt a döntést, hogy őket kitiltjuk, mint szerverről, mint TS-ről, és többet itt nem kell nálunk versenyezzenek. Sorozatos kiütésekért, direkt kiütésért, engem is kiütöttek, Rudit is kiütötték. Megválunk tőlük. Szóval behúztam Jaksi Gyulát is, aki a második helyen ért célba, egy bravúros eredmény, hisz ő ugye az utolsó helyről indult. Nem tudom, itt vagy Gyula? Itt vagyok. Hát szeretnék gratulálni ehhez a második helyhez. Hát elég kaotikus volt a vége, hogy a többiek is elmondták. Mesélj, mi történt Dóda Jonatánnal, hogy kerültél ennyire előre? Történt-e valami baleset közben? Volt előttem baleset. Neki is mentem valakinek. Azután meg kiütöttem, nem tudom, kicsodát. De megvártam. Azt utána meg általában boxba kiálltak többnyire. A stratégiád bejött, vagy át kellett térni a B-tervre? Bejött a stratégia. Egy box közepén. Elég szép versenyt futottál. Nem tudom, hogy Dóda Jonatánnál mi lett, de gondolom szerint, legalábbis szerintem az őrületbe kergetted, mint Sáfrány Istvánt, vagy valamelyik Force Indiást. Kiment a boxba. Hát akkor pedig... Hát pedig Dóda az a felénél állt ki, hogyha jól tudom. Úgyhogy... Viszont akkor érdekes. Mi a gond? Nem Gyulával beszélgetek, hogy a futamról. Nem, ugye mondta a Dóda, hogy... Élő. Szerintem húzzuk be Bakos Zoltánt, mert ugye a nyári Kevin esetnek ő volt a egyik, hogy mondjam, ja, elszenvedője. Szia Zoli, mesélj nekünk erről a, először is gratulálunk, és mesélj nekünk erről a nyári Kevin esetről, hogy mi történt, mert láttuk itt kollégákkal, hogy eléggé vágta a pályát, és eléggé blokkolt néhol. Jeleztem is, igen, blokkolt is, meg már előtte voltam, vagy 2-3 másodperccel, és a sikán keresztül vágtam, azt láttam, hogy itt volt mellettem. Azért is mondtam, hogy sikánt vágott előszerzéssel, és nem adta vissza. És ez nem is egyszer fordult elő, ezt tanúsítani is lehet. 28. körtől 31. körig ezt csinálta. Hogyha észrevettétek, akkor ez a három... ember, akit most mindenki kellett sajnos tiltanunk. Ugyebár kiraktuk először a... amelyik Rudi kiütötte. És aztán a végvárjuk is kiraktuk. És utána el is ment a harmadik ember. Egyébként ők külön TS-en is voltak, direkt néztem. Ők külön TS-en voltak. Közben megjött Sáfrány István, szia Sziasztok. István.
Végül sikerült behoznod harmadiknak, ami szerintem meglepetés, mert kifejezetten rossz volt itt a Force India. Hogy látod a mai versenyt? Egy kis rövid értékelés mondj nekünk. Hát, elég volt meglepetéssel. Izé futam előtt nem beszéltük meg a taktikát, így sikerült a harmadiknak behoznom. Amúgy szerintem Zoli hozta volna ugyanezt. Csak ő kétszer volt kint. Összességében jónak mondható, tapadta az autó rendesen. Sebesség meg volt. Kisebb csúszkálások, hibák voltak, de jó, jó volt. Röviden tömören ennyi lenne. Jó van, köszönjük szépen. Nincs mit. Hogyha itt van a Dóda Jonatán, akkor őt is megkérdeznénk, hogy hogy esett vissza a negyedik helyre. Itt vagyok. Hát, na, szia, először is. Aztán a gumim elfogyott, úgy, ahogy van. Visszaestem Gyula elé, azt hiszem. Ott harcoltunk egymásra egyedig, ott is vesztettem időt, és így a végére megint elfogyott a gumim, be kellett jönnöm a pontból, visszaestem István mögé, és nem tudtam már a végén odaérni. Jó van, köszönöm. Közben jelezném, hogy Szabolcs itt van a TSN, főképpen a Szorga Istvánnak mondanám. És? Mit csináljuk meg? Hát, nem tudom. Azért hol van, én nem látom. Eson szobában. User was moved to your channel. No. User joined your channel. Hát üdvözöllek, Szabolcs, itt user több your olyan... was banned from the server. Nincs miről beszélni, fiúk, ennyi. Akkor mi el is köszönünk, mert még beszélgetnénk éjfélig, viszont látásra, viszont hallásra, a HLTF egy közvetítést láthatták Valenciából. Jövő héten jelentkezünk Nyeres Rómeóval ugyaninnen, igen, Budapestről. Másik pályáról. Addig is viszont látásra, viszont hallásra. Sziasztok! Sziasztok! User left your channel.